Sziasztok, köszöntök mindenkit ismét! Még mindig Badacsonyban vagyunk, és ahogy ígértem egy héttel ezelőtt, a mai videóban a Szigligeti várat fogjuk bejárni. Viszont ennek a bejárása egy kicsikét kevesebb időbe kerül, mint egy azért egy másik vár, vagy a badacsonyi túránk. Éppen ezért ez egy rövidebb videó lesz, és a videó második részében még visszatérünk Badacsonyra, úgyhogy tartsatok velem! A Balatonfelvidék leglátványosabb vára a Balaton partján magasodó, magányos, sziklabércen álló Szigligeti vár. A bástyákról lélegzetelállító kilátás nyílik a Balatonra, a Tapolcai medence tanúhegyeire. 2013-ra teljesen felújított vár méltán az egyik legnépszerűbb kiránduló célpont a Balaton környékén. A várlátogatás fénypontja a falakról nyíló káprázatos kilátás, a kékrű Balaton vize, a közeli Badacsony és a Szentgyörgyhegy koporsó formájú hegye, a kopár tetejű Csobánc a várommal felejthetetlen látvány. Most megvallom nektek, hogy aki igazán szereti a nagyon szép panoráma kilátást, annak nagyon merően merem ajánlani ezt a Szigligeti várat. Nézzétek csak! És persze, ez még csak a kezdet, hiszen ha felmegyünk a tetejére, akkor lesz az igazi panoráma. Itt vagyunk egy lakóépületben, mely azért fontos, ugyanis betekintést nyerhetünk, hogy annak idején hogyan is éltek az ősei.
És itt is vagyok a tetején, de higgyétek el, amit a videóban láttok, nem kárpótolja azt, amit a szabad szem lát. Ha tehetitek, egyszer mindenféleképpen látogassatok el ti is a Szigligeti Várba. Már csak ezért is. Nos, egy valami biztos, aki egy igazán nagyon jó helyet szeretne naplemente megtekintéséhez megvárni, az mindenféleképpen a Szigligeti Vár tetejére jöjjön fel, hiszen szerintem nem túlzok, ha azt mondom, hogy leírhatatlanul, varázslatosan gyönyörű. Most pedig még egy picikét vissza Batacsonyba, egy kicsit a Balcsira. Nos, én ezekkel a képsorokkal búcsúzom is innen a Balaton kellős közepéről. Nagyon szép volt Balaton felvidék és Badacsony és a remek finomborok. Találkozunk legközelebb, és persze ne felejtsétek el a többi videókat is megnézni. Találkozunk egy hét múlva, legyetek jók, sziasztok!